A Komáromi Városmarketing Kft. nevében köszöntöm Komárom oldalának nézőit a Monostori erődből, a sütőipari emléktárból, vagy hogy mindenki sokan ismerik a Kenyér Múzeumból, jelentkezünk Paudics Henriett a tárlatvezetővel beszélgetünk. Augusztus 20-án kiváló programokkal várjátok az érdeklődőket. Mi mindennel készültök, Henni? Köszöntök mindenkit én is itt a Monostori Erőt katonai pékségében, és együtt azt szeretetteljesen invitálok minden kedves érdeklődőt augusztus 20-án Szent István az Alkotmány és az Új Kenyér ünnepén ide a Monostori Erőtbe. Hát elsősorban jelmezes tárlatvezetésekkel készülünk a látogatók számára. 10 órától este 6-ig lesznek a programok. Az első tárlatvezetés fél 11-kor indul, aztán a későbbiek során pedig 11 órakor, 1 órakor, kettő órakor, háromkor kor és 4-kor korhő jelmezeket mondtál, te mibe fogsz beöltözni? Hát ez egyelőre még nem derült ki, úgyhogy kulissza titok, de tényleg valami korhű viselet lesz, és hát még azért azt is elárulom egy kis plusz információért, hogy minden egyes állatvezetés végén itt a Pék Múzeumban várjuk szeretettel a vendégeket egy kis érdekes előadásra, új kenyérkóstolásra, amihez egy pohár borral is kedveskednénk hogy ugye csodálatos idő van a héten, de itt nagyszerű klíma van itt, nagyon jól érzi magát az ember. Órákat el lehet itt tölteni. Én azt gondolom, mi mindent láthatnak itt a látogatók. Sok mindenben nyerhetnek majd betekintést, hát elsősorban a magyar sütőipar kialakulásával fognak megismerkedni laboratóriumi eszközökkel, kisiparral, nagyiparral, de akit érdekel, az megnézheti, hogy hogyan nézett ki egy 1950-es évekbeli konyha, illetve megismerkedhet a sütés különböző eszközeivel, esetleg az oktatási rendszerrel. Úgyhogy számos érdekes dologgal fogunk ö, kedveskedni mindenki számára. Kuleni, még egyszer 10 órakor indul az első tárlat? Az első tálat 10.30-kor indul, a, nyitás lesz 10 órakor, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Baudis Henriettának köszönjük szépen, arra biztatunk tehát mindenkit, hogy augusztus 20-án jöjjön el a Monostari Erőt, el a Kenyérmúzeumban, vegyen részt a programokon, találkozunk itt, viszontlátásra!